Sziasztok, jegyes párok! Beleznai János, modern vőfély és ceremóniamester vagyok. Modern azért, mert az első mondattól az utolsó szóig és betűig minden szövegemet én írtam. Megérti és szereti, kedveli a 15 éves instakamasz és a 70 éves nagymama is. Magyarországon innen és határon túl is. Modern vagyok még azért, mert a Facebook oldalamon találtok körülbelül egy 4 oldalas műsorkatalógust, ahol különféle választható programok és játékok vannak, mind-mind a mai kornak megfelelően. Modern vagyok még azért, mert nálam megválaszthatjátok, hogy hogyan jelenjek meg az esküvőtökön. Arra értem, hogy milyen öltözetben. Tehát megjelenhetek egy nagyon elegáns, szűkre szabott öltönyben. Vagy egy elegáns öltönyben, vőfélybottal, illetve elegáns öltözetben és egy fekete színű, fekete bocskai mintás vőfélmellényben a szalagos vőfélbottal. Ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, ugyanis nem csak azt kell szem előtt tartani, hogy számotokra mi fontos, és hogyan nézzen ki az a személy, aki a napotokat vezényli, hanem érdemes abba is belegondolni, hogy mi van vajon a szüleitek, a rokonaitok és a vendégek fejében. Kit tudnak könnyebben elfogadni, kire hallgatnak jobban. Következő videóhoz nagyon jó szórakozást kívánok nektek, néhány esküvőből vágtuk össze a jó pillanatokat, modern játékokat fogtok benne látni úgy, mint esküvői activity, esküvői tombola, harisnyakötő, csokordobás, szertartás, vezetés, hiszen azoknak a pároknak, akik felfogadnak engem az esküvőkre, felszoktam ajánlani, hogy őket, de csak is őket, nagyon szívesen összeadom, mint szertartás vezető. Ugye az összes szolgáltató közül én ismerlek meg benneteket a legjobban emberileg és kapcsolatilag is, ezáltal nagyon jó szöveget tudok összegyúrni a szertartásotokra. Úgy tudom mondani, hogy 10-ből 7 páros mindig rám szokott írni, hogy elkérjék utólag a szertartás alatt elhangzott szöveget. Még egyszer, nagyon jó szórakozást kívánok az összeállított videóhoz! Innen egyet szabolcsunk választani. Hoppá, figyelem egy pici csendet, te leszel a vőlegény pótmája. Ha úgy kívánja az este folyamán, te iszol helyette. A szabolcs, jegyezzük meg a fiatal ember arcát. Sűrű fogjuk látni a pultnál. Keresztneved? Csenge. Rólad fogják elnevezni az első gyereket. Nem is rossz, én is azt mondom. A kamerába és a közönség felé. Ez ki kell takarítanod Lacóék autóját kívül belül. Autó kozmetikai utalvány. Így a nyári szünetre, nehogy nem még egy légy szíves. De most már csak, hogy hoppa. Így áll egy hangulat alapozót Katával és a lány búcsús csajokkal. Csajok, akkor poharat és italt hozzatok, légy szíves, mert vagyis öntsetek akkor magatoknak. Hát akkor emeljétek poharatokat az ünnepeltekre, Katára és Lacóra, éljen az ifjú pár! Nekem megvan, elkérem, gondold át, jó? Gondold át, hogy hogyan? Lesz rá egy percen. Ó, kész, ilyen témájú. Mutasd, még 10 másodperc, meg lesz. Még nincs rablás? Mehet!
Hisz csak tegnap volt, hogy megszülettem, fiatal szerelemből ford össze, pici testem. Majd elillant az idő, és most itt állunk, hálát adva nektek, mielőtt messze szállunk. Kidőtt a szárnyam, és hív az élet. Magabiztosan hagyom el a fészket, mert megtanítottad, értékes, hogy élek, s ha harcolni merek, bármit elérek. Szeretsz, gondoskodsz, a példát mutatod, miattatok lehetünk azok, akik ma vagyunk. Köszönünk nektek mindent, a boldog gyermekéveket, akik vagyunk, köszönjük az életet. Elrohannak az évek, de valami soha nem változik meg. Ma mennyasszony, vőlegény, holnap feleség, férj leszek én, de örökké a gyermeketek, unokátok vagyok én. Kezdeményezte annó, több mint 3 évvel ezelőtt majdnem 4 az ismerkedés. Kezdeményezte az ismerkedés? Végül is Dóri válaszolta azt ugye a bekérezkedő filmtársaságnak, hogy gyertek, kaptak egy asztalt, nem de? Vagy hogy is volt? Valahogy így, két szóval letudta, ügyes, jó.
Remélem tetszett az összeállítás. Olyan esküvőkből válogattuk ezeket a részeket össze, amik egyébként nem voltak véleményezve az oldalamon. Nagyon fontos, hogy a Facebook oldalamon találtok nagyságrendileg 50 rólam írt véleményt, és én direkt azokat az esküvőket választottam ki, amikről nem írtak. Egy kivételével, mert egy belecsúszott, viszont nem azt szerettem volna, hogy a best of-ot lássátok, hogy a felhájpolt nem valóságot, amikor gyakorlatilag segítőkéz nélkül is szuper jó lagzi van, az nem igaz. Itt a valóságot látjátok, az én segítő kezemmel, ami általában mindig a háttérben van. Akkor vagyok jelen, amikor kell, és nem vagyok ott, amikor nem kell. A megadott elérhetőségek valamelyikén keressetek nyugodtan bizalommal, és ne feledjétek, hogy az velem való első találkozás után egy nappal már készhez is kapjátok az esküvőtöknek a menetrendjét, programtervét. Erre igazából én büszke is vagyok, ugyanis valamennyi eddigi általam vezetett esküvőnek én állítottam össze a programtervét. Nem szokott lenni benne csúszás, sem pedig hosszú várakozás. Ki tudom nagyon ügyesen számolni, hogy mennyi idő kell mondjuk egy 50, egy 100 és egy 200 fős vendégsereggel az autókonvojos vonuláshoz, vagy a gyalogos NASZ menethez. Ezek nagyon fontos dolgok, és az említett programterv alapján ti pedig időben el tudjátok majd készíteni az esküvői meghívót is. Ezen a programterven bármikor tudunk változtatni, akár hetente, havonta én nagyon szívesen újra szerkeztem nektek, illetve képformátumban kapjátok meg tőlem, ami azért előnyös, mert tudjátok továbbítani a felfogadott többi szolgáltatónak, úgy mint fotósnak, videósnak, zenésznek és étteremnek, ezáltal a felfogadott összes szolgáltató egy teamként könnyen tud együtt dolgozni. Remélem ezek az infók is elnyerték a tetszéseteket, várom mielőbbi megkereséseteket a 2023-as vagy 2024-es évre. Sziasztok!